Üdvözlök mindenkit itt a BMW Formula Racing Team 2020-as Design Freeze eseményén. Én Belési Sándor vagyok, a csapatkapitány, és a mai előadás egyik előadója, és a prezentációban segítségemre lesz Erős Dizakariás főmérnök úr. Még mielőtt belekezdenénk, mindenképp szeretnék néhány szót szólni a prezentációnk alcíméről. Ez a To Finish First, You Must First Finish. Ez így szabadabban fordítva kb. Annyit jelent, hogy ha első szeretnél lenni, akkor mindenek előtt át kell haladnod a célvonalon. Hogy miért is ezt a tételt, mondatot választottuk, az remélem majd önöknek is kiderül a prezentáció során. Mi úgy gondoljuk, hogy ez reprezentálja leginkább a csapatunk idei céljait és idei mentalitását. Vágjunk is bele! Nagyon sokan hasonlítják a Formula Studentet a Forma 1-hez, és én ezzel egyet is szoktam érteni, ugyanis nem csak kinézetre hasonló, hanem hasonlóak a terhelések, hasonlóak a pályák karakterisztikája, csak ez nálunk kisebb mértékben, kisebb méretekben van jelen. Egyetlen egy nagyon fontos különbség van szerintem, az pedig a szezon végi értékelés, mert míg a Forma 1-ben különálló szezonok vannak, 20 verseny vagy 20-nál több versennyel egy szezonban, addig a Formula Studentnél a ranglistát azt a csapatok által utoljára teljesített 6 verseny alapján állítják fel, és nagyon fontos, hogy itt nincsenek különálló szezonok, hanem ezek akár így éveken keresztül is átívelhetnek. Gondolok itt arra, hogy például ha van egy gyengébb teljesítmény, akkor az kiadhat a jövő évi szezonra is, vagy akár még 2 év múlva is, attól függően, hogy egy csapat hány versenyen vesz részt egy szezonban. És milyen pontokért is versenyzünk, valamint hogy hogyan áll össze ez a ranglista, mi az, amit számításba vesznek. Egy versenyen mi 1000 pontot tudunk megszerezni maximum, és ez a dián látható eloszlásban jelenik meg a versenyszámok között. 2 kategóriára lehet osztani, egy statikus és egy dinamikus, mely utóbbi 675 pontot jelent összesítve az 1000-ből. Ez azt jelenti, hogy a versenyek több mint 2/3-ában az autók objektív megítélése az az, ami számottevő. Vessünk is egy pillantást a 2019-es eredményeinkre ez alapján. 2019-ben 4 versenyen vettünk részt, abból az első az FSI volt Zalaegerszegen, a második esemény az az FS Itali volt Olaszországban, a harmadik az a német verseny volt Hockenheimben, itt már déli kategóriával versenyeztünk, és negyedik verseny az a spanyolországi Barcelonában augusztus végén. Látható, hogy kékkel emeltük ki a statikus versenyszámokat, pirossal pedig a dinamikus versenyszámok összpontszámát, és elég hullámzó teljesítmény jellemezte ez alapján a csapatot, valamint, mint látható, a legjobb versenyünkön is a maximálisan megszerezhető pontszámok kicsivel több mint 50%-át gyűjtöttük be. Adódik a kérdés, hogy ezzel elégedettek vagyunk-e vagy sem. Nos, ez ugye attól függ, hogy mihez viszonyítjuk magunkat, mi az a cél, amit mi el tudunk érni, vagy úgy gondoljuk, hogy el tudunk érni. Az utolsó oszlop lenne az a becslés, amit mi magunknak állítottunk 2019-ben, ami laptime simulation-ökre és szezon közbeni tesztekre alapozottak voltak, és itt látható, hogy 228,3 ponttal a legjobb versenyünk még így is elmaradt attól a becsült értéktől, amit mi el szerettünk volna érni. Hogy kicsit árnyaljuk a képet, statikus versenyszámoknál átlagban 217 pontot sikerült szereznünk a 4 versenyen. Ez 27 ponttal kevesebb, mint a becsült. Nem vagyunk vele megelégedve, van mikor fejlődni, de viszonylag jónak mondható. A dinamikus versenyszámoknál viszont 141 pont az átlag, ami nem túl fényes, viszont az autóban, mint látjuk, rengeteg potenciál van az 510-hez képest, és azt szűrtük le ezt így évelején, hogy igazából van egy viszonylag jónak mondható autónk, világviszonylatban jónak mondható, amivel ott tudunk lenni stabilan a top 10-ben jelen pillanatban is, hogyha ki tudjuk belőle autózni azt a potenciált, azt a maximumot, ami benne van, és ezt meg tudjuk mutatni eredetnek is versenyen. És ez alapján döntöttünk mi úgy évelején, hogy a legnagyobb hangsúlyt a megbízhatóságra fektetjük, és arra, hogy megteremtsük újra azt a stabil alapot, amire későbbiekben lehet építkezni a két kategóriában. És ennek az első lépése idén számunkra az volt, hogy a két kategóriában újra 2 külön autóval fogunk indulni, és hogy az egyes autóknak milyen fejlesztései, milyen változtatásai vannak, valamint milyen paraméterekkel rendelkeznek, azt
erős zakariás fogja önnek meg bemutatni. Jó napot kívánok! Én is szeretnék üdvözölni mindenkit. A Sanyi is mondta, hogy a következő néhány percben arról fog beszélni, hogy milyen autót terveztünk, és mivel fogunk ugye a versenyszezonban majd rajtozálni. Ugye arra is szó volt itt, hogy a megbízhatóság a fő cél, szóval mielőtt bárki is megijedne, itt korán sem arról van szó, hogy egy ilyen 500 kilós acél csodát állítottunk meg, tehát nem, ez még mindig az a könnyű, kecses kis versenyautó, ami eddig is volt. Viszont tehát a megbízhatóság a cél. Ugye formos külön versenyeken indulunk, szóval itt a pályák azok ilyen keskenyek, szűkek, kanyargósak, hosszú enyedes nagyon nincsen is, szóval hogyha egy paraméterét kéne az autónak igazán kiemelni, az a gyorsulása. Mi autónk az nagyon-nagyon jól fog tudni gyorsulni. De hogy mennyire is, hát nézzük pár példát. Nulláról, tehát álló helyzetből 100 km per órán 2,5 másodperc alatt ott lesz. Ez ugyanannyi, mint a mai modern Forma 1-es technológia, tehát például a Forma 1-es Ferrari tavaly pontosan ilyen 2,5 másodperc alatt volt 100-at. Emellé, hogyha hozzáteszik azt, hogy a mi esetünkben szabályozott ezt előírja, hogy mindössze 107 lóerőt használhatunk fel, és ugye ehhez képest nyáron lehetett olvasni, hogy a Ferrari az elérte az 1000 lóerős áramhatárt, szóval mindössze ennek a lóerőnek, ennek a teljesítménynek az egytizedéből érjük el ugyanezt a gyorsulást. Ez ugye, hogy is lehet? Hát ez úgy lehet, hogy amíg a Forma 1-ben az autók ilyen 800 körül vannak, addig a mi autónk az mindössze 195 km. Ugye ez hossz irányba, de nem csak hossz irányba fog tudni gyorsulni az autó, hanem oldal irányba is. Az oldal gyorsulás az 2,5G lesz. Ez a 2,5G, ez nem biztos, hogy így sokat mond, mert ugye csak egy ilyen számadat, de például amikor lövik fel a rakétákat az űrbe, akkor is az űrhajósokra nagyjából ez a 2,5-3G erő hat. Valami hasonlót fog érezni a pilótánk is. De maradjunk mégiscsak így az autósport világában. Még például itt van ez a Porsche 911 GT3 RS. De ez az autó, egy olyan autó, amit így bárki bemehet a boltba, hát ugye gazdag is kell lenni, bemehet a boltba, meg tudja venni. Hát úgy értem, hogy nem kell hozzá semmilyen tagsági kártya, vagy előre leegyeztetni gyártóval, ezt így meg lehet venni. És az ilyen közforgalomban kapható autók közül az a Porsche GT3 RS-nek van a legnagyobb oldalgyorsulása, és ez mindössze 1,25G, tehát pontosan a fele annak, amit a mi autónk tudni fog. Hát nem is fokoznám itt tovább a dolgokat, megmutatom, hát ez az, amit terveztünk, ez az, amivel az elmúlt fél évünket eltöltöttük. Itt látható, igaziból van rajta aero, meg minden, majd később beszélünk, hogy konkrétan mi miért van rajta. De először is, hát ugye ez egy projekt verseny, mondjuk egy projekt feladat, szóval itt egyáltalán nem az volt a cél, hogy legyorsuljuk a Ferrarit, vagy hogy jobb autót csináljuk, mint a Porsche. Itt mások a célok, ugye Sanyi is mondta, hogy itt igaziból az a cél, hogy mi versenyeljünk, inkább előbb, mint utóbb, tehát hogy a versenyelés a végcél, de ez viszont ugye annyira nem kézzelfogható, tehát kell valami. Ugye itt van 60 egyetemista, ez a cél, hogy egy verseny szeretne nyerni, de akkor mégis mi alapján áll neki egy ilyen formális student autó tervezésének. De erre már itt, amit Sanyi kezdett mondani, hogy 1000 pontból kéne a legtöbbet összeszedni, ez már talán egy fokkal kézzelfogható, tehát így a pontok mentén, ha megnézzük a szabályzatot, tényleg mi az, ami pontot ér, az alapján egy fokkal könnyebb, egy fokkal konkrétabb az, hogy is kell ilyen formális student versenyautót megtervezni. Szóval hát lássuk, hogy álltunk neki a szezonnak. Lássuk, hogy egyáltalán hogy kezdődik. Ugye versenycsapat vagyunk, szóval a szezont hogy máshogy kezdenék mi versenyzéssel. Ezt még nem a pályán, nem az aszfalton, nem a többiek kell, hanem saját magunk ellen, otthon a laptop előtt a szimulációs környezetben. Nagyjából ilyen 1000 különböző autókoncepciót hasonlítottunk össze, azzal a célra, hogy lássuk, hogy melyek azok a paraméterek, amik hatása vannak, és jelentősen hatása vannak a pontokra. És hát ez lett az eredmény. Ez így olyan sok mindent gondolom nem mond, mert hogy ha az ember tényleg nem foglalkozik vele így másfél hónapig, az így nem is fog. Itt inkább a mögöttes temélet a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy mi megvizsgáltuk például az autónak a tömegét, a aero hatását, az akkumulátor kapacitást, a guminak a hatását, igazából az összes paramétert, ami így egy autónak van, és ezeket összevetettük egymással és pontokra fordítottuk. Az ábrán például látható, itt a két pontot szintén a legfontosabb paraméter, az a tömeg, illetve hát az aero. Minél könnyebb az autó, annál több pontunk lesz, és ez a, hát mondjuk térképnek, ennek a térképnek a segítségével pontosan tudjuk azt, hogyha 10 kilóval könnyebb lesz az autó, akkor az 25 pont növekményt jelent a versenyeket, és így tudunk objektív döntéseket hozni az egyes alkatrészeknek a tervezése során. Például jön valaki egy szárnyelemmel, hogy ez 10%-kal javít a
leszorítani, de viszont 10 kg, akkor nem fogjuk felrakni, mert ez alapján egyértelmű, hogy, hogy ez így nem éri meg. Viszont tehát ugye ez alapján ugye már egyértelműen fel lehet állítani a koncepciót, ami mentén tervezik az autót, viszont ezzel van egy elég nagy bökkenő. Igazából egy nagyon nagy bökkenő, az pedig az, hogy ez a modell feltételezi azt, hogy az autóból ténylegesen kihozzuk azt, ami benne van. Tehát, hogy nincsenek pitty-puttyok. Ha emlékeznek, ilyen 12-13 körül Bahreinbe is ment Buemi a Red Bull-al, és a célegyenes végén mind a két kereket elszállt. Szóval hát benne van az ilyen. Igazából megtanultunk ezzel együtt élni. Ugye a hosszú távú versenyszám után kicseréltük az összes csavart a bolygóműbe. Ez nagyjából egy ilyen 5 órás szerelés volt. Viszont ez azt jelentette, hogy nem tudtunk annyit tesztelni, amennyit évelején elterveztünk. Szóval ezért a megbízhatóságra idén kiemelt hangsúlyt fektettünk, hogy ilyenek ne legyenek, és hogy tényleg tudjunk annyit tesztelni, amit szeretnénk. Ez az amennyit szeretnénk, ez pedig hát ilyen 1000 kilométeres nagyságrend. Szóval itt van ugye ez az autó, aminél a cél a megbízhatóság volt, de akkor nézzük, hogy milyen részegységekből épül fel. Az első részegység, ami hát annyira nem is feltétlenül részegység, de mindenképpen említést kell tenni róla, az a gumi. Ugye ez az egyetlen alkatrész, ami konkrétan kapcsolatban van a talajjal, lesz hozzá létre az erőket. Ha rossz gumit választunk, akkor igaziból teljesen felesleges, hogy milyen körülött az autó, az nem lesz gyors. Ennek megfelelően mi ugye formás körönbe, ez egy ránk az hagyva, olyan gumit veszünk, amilyet akarunk. Tehát így nagyjából ilyen 20 gyártónak a gumiait hasonlítottuk össze, ezek alapján ezeknek a modelljét, és itt így jött ki, hogy melyik lesz a versenygumi. És ugye miután megvan a gumi, utána a fejlesztés az lényegében az összes lépés az, hogy ezt a gumit kiszolgáljuk, hogy a gumi az tényleg létrehozza azokat az erőket, amiket tud. Ugye meg volt a gumi, akkor ezt meg kellett hajtani valamivel, elhaladt a motor, illetve a hajtómű után. Ha már 4 kerekes az autót, akkor beraktunk 4 motort, mert ugye hát így az összes gumi lényegében létre tudja hozni ezt a hajtóerőt, ami szükséges. És a 4 villanymotor után van egy hajtómű is. És hogy ebben mekkora erő is van, hát egy keréken azon 336 Nm van, szóval hogy összeadjuk az autót, az így nagyjából ilyen 1300 Nm-es nagyságrend. És hogy összehasonlítsuk, például az imént volt az elején a Porsche GT3 RS, hát annak csak, hogyha csak magát a motrát nézzük, a Porsche-nek a motra az 400 Nm-es. Szóval hát így látható, hogy eléggé ott, tehát hogy ez tényleg egy igazi versenyautó, és hogy itt hatalmas erők vannak. Sokkal bonyolultabb részletesebb számításokat végeztünk, mint eddig, és sikerült megérteni, hogy mi történik, és milyen koncepcióval álltunk elő, ami minden bizonyos, tehát semmiképpen sem fog tudni eltörni, és mindezt úgy, hogy egy grammal se lett nehezebb a konstrukció. A következő futómű, hát ugye a gumit azt meghajtjuk, de nem csak meghajtani kell, hanem ott is kell tartani a földön, ezt szolgálja a futómű. A futómű részről pedig egy modellt készítettünk, amivel lényegében az autót az ilyen legszélsőségesebb körülmények között tudjuk vizsgálni, anélkül kivinnénk a pályára. Ez azért nagyon jó, mert így az ilyen szélsőséges esetekre is fel tudunk készülni, az egyes rudakban, meg ugye magában a hajtóműben mekkora erők ébrednek, és erre tudunk szépen méretezni. El is tudunk menni határig, ugye, hogy a modellben, ami erő ébred például az egyes klubban, hogy pont arra méretezünk, hogy ezt még éppen kibírja. Ugye ezt még nem csináltuk meg, mert hogy a modellben még teljesen nem bízunk, mert új, maradtunk a régi ilyen relatíve nagy biztonsági tényezőknél. Itt az a lényeg, hogy megvan a modell, és ha nyáron, hogy ezt validáljuk, akkor a következő években lehet jelentősen csökkenteni az autó tömegét. Ugye a motoroknak kell valami energia is, hát erre szolgál a magas feszültségi akkumulátorunk, ez 600 voltos, azt így az ember azért el tudja rakni, tehát hogy 230 volt van a falban, ez annak majdnem a háromszorosa, szóval elég nagy, illetve hát 7 kWh-s, az a 7 kWh talán olyan sokat nem mond, de például mellé tesszük, hogy a magyar elektromos műveknek egy kimutatása szerint tavaly évben az átlagos magyar háztartás az 11 kWh-t használt el egy nap alatt. Ugye, mi ha kimegyünk egy tesztre, és mondjuk, hogy az egy sikeres tesztnap, tehát megyünk rajta mondjuk 3 endurance, az alatt 3-szor merítjük le ezt az aksit, tehát hogy így nagyjából egy másfél óra alatt is használjuk az átlagos magyar háztartásnak a kétnapi energiafogyasztását. És ez az energia mennyiség, ez egy nagyjából ekkora dobozban van így besűrítve, szóval jelentősen melegedik. Ezért van rajta egy hűtés. Itt előlátható az akkumulátor hűtésének a beemlője, illetve hátul ventilátorok áramoltatják a levegőt, hogy ezt a teljesítményt ezt tényleg le tudjuk adni, és ne legyenek ilyen problémák, túlmelegszik, semmiatt
nem tudjuk eléggé kivenni bele a dolgokat. A másik fontos része az akkumulátornak az az elektronika, amit nem látszik még, de ugye 600 volt, azt azért szabályozni kell, tehát hogy biztonságos maradjon. Itt látható az akkumulátornak a vezérlő elektronikája. Hát itt is igyekeztünk a biztonság, meg az ilyen módszeresebb tervezés felé haladni, szóval az előző pár évvel ellentétben ez már nem csak kézzel volt megszámolva, hanem szimulációval is. Szimulációval pedig szintén az ilyen, hát nem csak az ilyen elvárt körülmények között vizsgáltuk a nyáknak a működését, hanem nagyon-nagyon széles sávon, olyanokon is, ami normálisan nem várnám, de akár megtörténhet. Így sokkal biztonságosabb elektronikát tudtunk készíteni. A stimulációnak a másik nagyon nagy előnye, hogy ezt lehet validálni. Tehát most, hogyha mielőtt az a nyákba kerülne az autóba, szépen ki tudjuk mérni, hogy tényleg ilyen jelalakok vannak-e, ami a szimulációban van. Ha nem, akkor meg fel tudunk arra készülni, tudunk még módosítani rajta, mielőtt tényleg a versenypályán történne vele valami. Aero, hát ugye az Aero az elején, amikor a pontokról beszéltünk, volt szó róla, hogy ha sok pontot szeretnék elérni, ahhoz kell, viszont ugye Sanyi mondta az elején, hogy ugye végig is kell érni, szóval ilyen szempontból igazából nem kell, de azért mégis foglalkoztunk vele. Hát, itt van, a levegőnek a hatékonyabb áramoltatására van lényegében az autó körül, és hát leszorít erőt termel, mennyit is. Hát ilyen nagyjából 115 km/h, ha megy az autó, akkor annyi leszorító erő termel, mint az autónak a tömege. Ez azt jelenti, hogy 115 km/h-val az autó tudna a plafonon haladni. Az aerónak nem csak a leszorító erő a lényege, igazából mondhatnánk, hogy nem is ez a fő lényege, hanem a hűtés. Ugyebár, hogyha a hőcserélőköz okosan tereljük a levegőt, akkor jóval kisebb hőcserélő elég, mert megvan az a levegőtöblet, ami szükséges. Hűtésen is kicsit optimáltunk, és hát ezt úgy kezdtük, hogy kimértük a szélcsatornába, hogy tényleg az-e a levegő hőcserélő, amit számoltunk a szimulációs során, és hát így tovább tudtunk optimálni a dolgokon. Tehát ezekből a részegységekből épül fel az autó, ezeknek fejlesztettük idén, viszont ugye itt nincs vége, tehát ez csak az egyik autó, idén ugye egy önvezető autót is terveztünk. Ez lényegében a 2017-es autónknak a okosítása, továbbfejlesztése. Ugye a pilóta kiszállt belőle, helyette az oldaldobozban helyet kapott egy számítógép egység, akkumulátorok kerültek belőle, ugye ezek tudják irányítani a pilótáját az autót. Egyrészt van a fékakkumulátor, ez hátul van egy légtartály, illetve elő levegővel működtetett munkaengerek húzzák a fékpedált. A kormányakkumulátor pedig hát a kormánykerék mögött van egy villanymotor és egy ilyen fogaskerekes átvétel. Ez a része ugye annyira nem érdekes, mert hogy ugye, aki az önvezeti autóról érdeklődik, az ugye arra vár, hogy ez akkor mégis mitől fog menni. Szóval hát lássuk, hogy ez mitől megy. Hát először is van a bukó keretben egy kamerarendszer, és ennek itt látható a képe. Ugye ez még csak egy ilyen mondjuk sima kép, viszont erre van egy neurális hálós golyadetektálásunk, amit saját magunk fejlesztettünk. Itt látható, hogy ugye a furmas tőlen szabályzatban megvan, hogy a jobb oldal a pályának az sárga bolyával van kirakva, a bal az kékkel, és ezt szépen az algoritmus az látja, hogy tudja detektálni a bolyákat. Illetve a rajtvonal az a narancsárga bolyákkal van kirakva, és ezt is szépen látja az algoritmus. Viszont ezzel ugye még egy pilóta nincsen kiváltva, mert azért a pilóta az 3D-be lát, tehát úgy meg is tudja becsülni, milyen messze vannak az egyes objektumok. Ez a kép viszont 2D-s, tehát ilyen távolságadat nincsen róla. Erre van az autó elejében a lidar. Ez egy olyan szenzor, ami ilyen lézernyalábokat bocsát ki, igaziból ilyen körkörös irányba, és a visszaverődő tárgyakról tudja megmondani pontosan, hogy milyen messze vannak, ugye mennyi idő alatt verődik vissza a fény. Itt láthatók például ezek a koncentrikus körök, ez ugye a lidarnak a kimenete, úgymond ezt az adatot adja, itt láthatók ezek a koncentrikus körök az aszfaltról visszaverődő lézernyalábok lényegében, viszont itt láthatók ezek a pacák. Ezek a pacák, ezek pedig pont a bójákról visszaverődő fénysugarak. Itt oldalt meg ugye, hát ezek mi vagyunk, ez ilyen zaj, ez szintén nem érdekes az algoritmusnak. És akkor ugye van egy képünk, ahol mi a bójákat már detektáltuk, illetve van egy ilyen pontfelhős, ezt a kettőt kell összerakni lényegében, és akkor meg lesz, hogy hol van a bója, illetve meg lesz az is, hogy az milyen messze van a bójától. És lényegében ez a vég kimenete az algoritmusnak, itt van az autó a rajtvonalon, itt látható azt is, hogy milyen irányba áll, és ott itt van a igazából 6 bója, amit így a rajtvonalra lerakva lát. Ugye a célvonal, illetve 4 színes bója, viszont nem csak látja, hanem meg is jegyzi a bójákat a
az autó, talán utána egy kört végigmegy, utána már csak elhelyezi magát ezen a térképen, már többet nem foglalkozik azzal, hogy ilyen, úgy nagyon észrevegye a gólyákat, hanem csak felrakja magát a térképre. Erre a térképre pedig illeszt egy ilyen ideális ívet, hát ez az ideális ív milyen szempontból ideális, hát ugye még nem úgymond motorsport szempontból, hanem ilyen autó szempontból, ilyen driverless autó szempontból, tehát olyan, hogy az összes pontjára lényegében társul kormány, állás, illetve a sebesség érték. Így hát, hogyha például az autó tudja, hogy itt van, akkor pontosan tudja, hogy abban a pozícióban milyen kormányszög és milyen sebesség kell. Ezzel az autóval az első verseny az majd valamikor augusztus táján lesz, arról majd Sanyi fog részletesebben beszélni. És hát igen, innen az a cél, hogy mondjuk a stabil alap megvan, és hogy kapcsolj fejjel, menjünk gyorsabban. Hát legyünk ott az elég nyerni D-driver lesz kategóriát is. Én köszönöm szépen a figyelmet, és visszaadnám a szót Erés Sándor. Nos, hát ezekkel az autókkal fogunk mi idén versenyezni, és hogy pontosan mikor és hol, azt ezen a dián láthatják. Majdnem 100%-os az átfedés a tavalyi versenyeinkhez képest, ez a 100 csak azért nem jött ki, mert idén 3 versenyre megyünk, nem 4-re. Elsőként Olaszországba fogunk versenyezni RB kategóriával július közepén, aztán utána itt Magyarországon, Zalaegerszegen augusztus elején, és végül augusztus vége felé pedig driverless kategóriával megyünk a német versenyre, tehát hogy még a kategóriáloszlás is teljesen ugyanaz, mint az előző évben. És igazából ezúton szeretném is megköszönni a támogatóinknak, hogy mindezt lehetővé tették nekünk, és hogy itt vannak, remélem majd a versenyeken is fogunk találkozni, és hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és kérem vegyenek részt az általunk szervezett kisálló fogadáson. Köszönjük szépen!